ezek a kis fürdőhelyek, amelyek a régi Magyarországon, csak nem minden város határában előfordultak, igazi pihenői voltak azoknak, akik a nagyvárosok zajgása elől menekültek. Krúdy Gyula gondolataival, emlékeivel nyitották meg az ünnepséget a múzeumban. A Nyíregyházához ezer szállal kötődő író, újságíró emlékeit egy szoba őrzi a József András Múzeumban. Az igazság az, hogy mindig volt a múzeumban Krúdy emlékszoba, 1974-től, mint hallottuk, de a felújításkor ez valami ok miatt megszűnt. Na most úgy gondoltuk, hogy azért mégiscsak a mi írunk Krúdy Gyula, tehát rendezzük be abból a kevés tájból, ami maradt utána, hiszen tudjuk, hogy nagyon szegényen halt meg. Villanyát kikapcsolták, ágya mellett egy gyertya égett, tehát amit lehetett összegyűjteni, néhány dolgot, azt összeszedtük. A szobába lépve a kor hangulatát idézik fel az író személyes tárgyai, melyeket nővére Ilona őrzött sokáig. Egy kanapé, két fotel, egy könyvállvány, fali óra, néhány apró tárgy, köztük egy a gyerekkorából őrzött búgócsiga is. Hajnaltól délig szinte megszakítás nélkül írt, akkor is, ha beteg volt, mert élete legnagyobb szenvedélye az írás volt. De miről is írt, hogyan vélekedett az emberi élet alapkérdéseiről a modern magyar prózaíró? Tette fel a kérdést a Krúdy kutató Fráter Zoltán. Valami olyan egységet őriz még az egész Krúdy életmű, és hát őrzött Krúdy is, amit azóta talán lehet, hogy elfelejtettünk, vagy csak a legjobbaknál jön elő manapság. De ő még tudott valami olyan hátteret adni az alakjainak, olyan egységes világnak legalább az emléke benne volt még, amiben az ember sokkal közel van a természethez, sokkal egyszerűbb érzések, gondolatok vezérlik, és hát mondjuk talán, hogy nem mérgezte még meg teljesen a civilizáció. Aki szeret Krúdyt olvasni, egy csodás világ tárul fel előtte, a valóság, a képzelet és az álom keverékébe viszi el az olvasót, a kalandos történetek, novellák és mesék szerzője. A Szindbád, a Napraforgó, a Vörös postakocsi európai léptékben is kiemelkedő alkotások hangzott el. A Krúdy emlékszoba a Nyírség álmodója nevet viseli, mától nyitva áll a kíváncsi látogatók előtt.